Szeretettel köszöntöm kedves közönségünket. Kedves nézőink, most szólítanám Görgei Gábort, aki Erzsébet asszonyról fog egy pár mondatot, illetve szép köszöntőt mondani. Gábor, Görgei Gábor. Művész úr következik. Hoppá! Köszöntjük nagyon nagy szeretettel. Hölgyeim és uraim, örülök, hogy itt vannak, és tényleg csodálatos, hogy eljöttek ezen a meleg délutánon. Egy bizonyos életkor fölött bizonyára sokan emlékeznek arra a vitrai műsorra, amit egyébként a Mikroszkóp színpadon vezetett, és amit a televízió, akkor mi az egyetlen királyi televízió mindig közvetített, és nem gagyit és nem gagyi beszélgetések zajlottak ott, hanem emberek beszéltek emberekkel, személyiségek, és nagyon érdekes személyiségek, Vitrai Tamással. Egyszer csak megjelent egy nagyon érdekes turbános hölgy ezen a ilyen beszélgetésen. Nagyon gyönyörű magyarsággal beszélt, de nagyon választékosan egy ilyen furcsa, különös, modern és ugyanakkor kicsit régies modorban. Ez volt Péter Erzsébet. Az egész ország látta és döbbenten nézte, hogy mit akar. Ez még a pártállami években volt. Azt akarta, hogy ő, aki nagyon bonyolult életút után tehetős hölgy lett, özvegyasszony, de volt annyi pénze, hogy megengedhette magának, amit javasolt. És ő azt javasolta, hogy ő szeretne örömet és egyúttal pénzt is juttatni a magyar művészvilágnak. Ez hihetetlen, ma már nem emlékszünk rá, illetve aki akar, az emlékszik rá, hogy ez akkor milyen furcsa és, hogy úgy mondjam, felkavaró javaslat volt, hiszen akkor még a pártállam, az állam a maga jogának és a maga privilégiumának tartotta azt, hogy művészeket, írókat, stb. Jutalmazzon és díjakat adjon, és komoly harcot kellett folytatni azért, hát elsősorban Péter Erzsébetnek, a közvéleménynek és a Péter Erzsébet körül állóknak, hogy ez az Erzsébet díj végre valahára létrejöjjön. Létrejött, nagyon sok művész kapott ilyen kitüntetést, sok ember tett boldoggá, és Péter Erzsébet, és ez volt az első, legalábbis azt hiszem az első olyan díj Magyarországon, de a pártállami Magyarországon mindenképpen, ahol végső soron a közönség döntött, hogy kit szeret és kit szeretne díjazni. Mert volt ugyan egy grémium, amely kiválasztotta azokat a művészeket, akik ebben a névsorban részt vettek, de utána a sajtó útján a közönség szavazhatott, hogy kiket szeret. Tehát igazi közönségdíj volt. Péter Erzsébet nagyasszony, a kultúra nagyasszonya, nagyon sokan vagyunk hálásak neki, nagyon sokan szeretjük, és mindmáig, szeretném, hogyha tudnák, mindmáig itt van Magyarországon, csak nagyon beteg, nem tudott eljönni, és hogy úgy mondjam, a múltja szép emlékeiből él. Most ezeket a szép emlékeket próbáljuk most felidézni ezzel a mai délutánnal, és kívánunk önöknek jó szórakozást, és gondoljunk szeretettel, nem csak mi művészemberek, írók, hanem a magyar közönség gondoljon szeretettel erre a fantasztikus nagyasszonyra. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, további jó szórakozást kívánunk!